Azt mondta 2024 tegnap a Mellár Tamás, hogy nem az ellenzék fogja Orbán kormányvesztét okozni, hanem az, hogy elszigetelődik nemzetközileg, és igen, nem lesznek kapcsolatai. Legjobb utó hallod ebben az irányban. Úgyhogy ez lesz a vége szerintem. Én még korba többet éltem meg, mint te. Azért azt gondolom, hogy erre senki se számított, hogy ez az ország ennyire el tud butulni, vagy nem. Igen, tehát ez lehet, hogy nagyon kényelmes álláspont, de lehet, hogy egy személyre vezethető vissza, és egy személy traumáira vezethető vissza, mert nem volt egy boldog gyermekkor a miniszterelnökünknek, és hát egyszerű pszichiátriai képlet, hogy most ez lesz belőle, nem? Volt, aki megláttam, csak neked elmondom, hogy egy időben, most az utóbb, mióta mal már nem mal, hanem már csak ugye a vég kifejlett van. Most már más van. Levittem a szakszervezeti tisztségviselőket, az üzemi tanácsosokat, és néhány ilyen aktivistát, összejöttünk mindig a 30-40 fővel, akkor lent a BDS-nek szemesen van egy továbbképző központja, és ott voltunk, és meghívott vendégek voltak, a vége mindig a vezérigazgató volt. Utóbbi időkben ugye a Löbelier vezérigazgató, meg a MAL vezérigazgató, és akkor egy tök baráti beszélgetésben a céges dolgokról beszéltünk, de voltak jogászok, akik a munkaügyről, a munkatörvénykönyvről tartottak különféle tájékoztatókat, volt szakszervezeti, ilyen továbbképzős ember. De akkor már gyakorlatilag magánvállalkozásként működött. Persze, nem valami. Ne, hát Bakonyi Zoli rengeteget volt ott. Azért mondom, hogy hogyne, meg a Didi, ne, hogy erré vegyünk itt a szociális vívmányaiban, ez már kőkemény tőkés. Na és mindig én hívtam egy, talán négyszer is ott volt, a Kéri László, Pecsing Zita páros, és ugye ő tanította őket a Bíbo kollégiumba annó, és ő sok mindent elmesélt, és már megvan... őket ez a szobatársaságot illeti, igen, igen, és megvannak azok a videófelvételek, amikre Kéri még most is hivatkozik, hogy amikor a Kéri ott elmondta, hogy ebből diktatúra lesz, ha ezt az embert a kormányhoz engeditek. És tulajdonképpen lám. Afelé tartunk keményen. Ugye megoszlanak a vélemények, mert vannak még csírában demokratikus elemek, de hát ahogy a tendenciákat nézzük, ugye a közigazgatás, a bíróságok, a parlament. Nincs parlament. Hát nincs parlament. Jó, én, bocsánat. Én a magam részéről... Rosszul fogalmaztam. Én azért rukkolok, hogy még hozzanak még keményebb intézkedéseket, hogy valahol ezt a az inger küszöböt át kell lépni, nem tudjuk hol van. Mi már sokszor lefedések vannak, ugye, igen, legalábbis azt látjuk, vagy akarjuk látni, hogy vannak. Hogy az orosz gát is, ha megrepesszik, könnyebb fölokat. Igen, egy közbeny kutatások is azt jelzik, hogy bizonyos intézkedésekkel már a fideszesek sem értenek egyet. Igen, tehát ezek már árulkodó jelek. Ezek árulkodó jelek. Születőben van egy törvénytervezet, ami ugyan nem érinti a versenyszférát, de ebbe az ország bármikor megváltoztatható. Például az is, hogy a szakszereti tagdíjakat nem köteles a munkáltató beszedni és átutalni a szakszeretnek, e felé tart a dolog. Hogy ez ugyan nem érinti, mondom, a ti területeteket, de hát milyen felhőket látsz az égen ezzel kapcsolatban, hogy látsz-e? Kedves főszerkesztő, hogy kezdted, hogy még nem érinti. Hát igen. Ismerjük a jelenleg regnáló, most már negyedik időszakát húzó kormányt, hogy ő egy tolvonással meg tud változtatni mindent. Igen. Amikor valamiféle sejtés volt a jövőt illetően, általában be szoktak válni, meg is változtatta. Tehát azok a félelmek, amiket most itt az imént a felvezetőbe felsoroltál, azok elég valós félelmek, amiket úgy sejtetünk, hogy mi beválhat, azok általában beszoktak válni. Szóval most ne adjunk ötleteket a hát nem kell ezeknek, mert úgy látom, hogy ilyen szempontból vannak ötleteik. Az a hivatkozás, amiket ők mondanak, hogy miért vezetik be, kettős. Az egyik az, hogy volt ilyen valamikor. Valóban, én több mint 40 évvel, sőt már lassan közeledek az 50 év felé, hogy a szakszervezettel, mint mozgalommal találkoztam. 18 éves koromban léptem be. Abban az időben valóban az volt a gyakorlat, hogy a szakszervezeti bizalmi minden hónapban végigment, és a 4-5 forintra szakszervezeti díjakat beszéltem. Viszont akkor volt alkalom beszélgetése, nem információ cserére, hogy valahogy emberi volt az egész. Igaz, hogy nem elég hatékony.
Igen, ez kétségtelen, hogy van volt személyes kontaktus. Jó, hogy ugratások is voltak, hogy a vigyázz csak, mert nem vették egészen komolyan az emberek szerintem régen a szakszeretet, mert a üzemi háromszögbe ugye elkönyvelték, hát vagy, sőt, üzemi négyszög, vagy négyszögben. Azt mondjuk, ja, az, mert kibővült négyszöggel. Ez is valami izé. Azt talán összefügg az előző rendszerről alkotott általános véleménnyel, hogy ez egy szükséges kelléke az együttműködésnek. Egyébként a személyes kontaktus most is azt mondom, hogy hatékony tud lenni. Hát, tagdíjbeszélésen kívül is. Így van. Tehát ez az egyik hivatkozás, akkor mintha visszamennénk egy 40-50 évvel ezelőttre. Ez biztos, hogy nem jó irány. A másik hivatkozás az, hogy adminisztratív terheket csökkentenek, ez meg nevetséges az én véleményem szerint. Ma a digitális világban... Szerintem gépek végzik ezt a munkát, és egy egyszerű beállítás, és innentől kezdve semmilyen... Nem úgy néz ki, hogy körülbelül egy könyvelő, és maga befizetett ennyit. Azon túl, hogy a dolgozótól beírják azt, hogy milyen, mennyi a jövedelme, és mit mondjon, és milyen algoritmus szerint, innentől kezdve többet nem kell hozzányúlni. Másrészt én olyat is hallottam, hogy az államkincstár valamilyen szolgáltatási díjat szedám ezért, csak nem annyira nyilvánvaló. Tehát igazából az államot, még ha szorosan nézzük, még veszteség is érheti ezzel, hogy megszabadul ettől a dologtól, de ez már mélyebb elemzést igényelne. Tehát nem igazán logikus végül is az, vagy nincs igazán számszaki, adminisztrációs munka oldalról közelíthető oka annak, hogy ezt megváltoztatják. Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy na majd adunk nektek most munkát, csökkenni fog a taglétszám, mert hát minden mozgás valamilyen hatással jár, és valószínűleg az, hogy rálegyintenek, hogy ezt én nem válom, ilyen bonyolult, ez most akkor hagyjuk. Nem lett ilyen hátsó gondolat a kormánynak? Hogy... De biztos, hogy ez. És ez lenne az előző kettőt, azt a kormány magyarázatot mondtuk, most a saját, a szakszervezeti oldalról megközelítve kifejezetten egyértelműen arra gondolunk, nem én magam, hanem mi szakszervezeti vezetők együttesen, hogy ez egyfajta bosszú. Tehát a további erőlködése a kormánynak arra, hogy a szakszervezeti mozgalmat, mint mozgalmat gyengítse. És igen, arra emléksz, tehát ismerem az embereket, ismerem a tagokat. Most ha valaki gyakran oda, mikor új belépő van, beszélgetünk velük, mert most is találkozunk velük, nem is úgy, mint a havonta tagdíjszedésnél, de azért bejönnek egyrészt a szakszervezethez, vannak egyéb akcióink, amikor személyes találkozásunk van, meg az első személyes találkozás, amikor bejön egy tag, hogy szeretne a szakszervezetnek tagja lenni, ilyenkor kitölt egy nyilatkozatot, ahol erről nyilatkozik az adatvédelemről, nyilatkozik arról, hogy meghatalmazza a munkáltatót arra, hogy a szakszervezeti tagdíjat részére levonják, és a szakszervezet számlájára utalják. Ott már megvan egy személyes beszélgetés, de ezeken ki szokott derülni az, hogy ezt nagyon szívesen megteszik, mert azért, aki ismeri a szakszervezeti tagdíj nagyságrendjét, az tudja, hogy manapság 2 vagy 3 sör maximum, tehát ez a kategória. Igen. És ezek az emberek, hogyha rendszeresen utána kell járni, akkor inkább legyintenek, és azt mondják nem, holott egyébként támogatják a szakszervezetet ilyen értelemben. De nincs azzal semmi baj. De hogyha egy egyszerű aláírással ő ezt a tagdíj kérdést elrendezheti, akkor az neki jó és kényelmes. Addig még el lehet menni. Így van. A civil törvény meg előírja, hogy mivel a szakszervezetek a civil törvény hatálya alá esnek, amennyiben valaki nem fizet tagdíjt, nem nevezhető tagnak. Tehát nem szerepelhet abban a hivatkozásban, ahol a szakszervezet a munkáltató felé a reprezentativitást igazolja. Igen. Másik könnyebbség, hogy a munkáltató maga látja, hogy itt nem kell igazolást kérni, hiszen én intézem a levonását. Tehát pontosan tudom, hogy ez a szakszervezet rendelkezik olyan reprezentativitással, hogy akár kollektív szerződés ügybe, akár bértárgyalás ügybe, vagy egyéb jóléti intézkedések vonatkozásába kompetensen tárgyaljon. Hol vannak a reprezentativitás határai? Tehát mikor mondhatja azt a munkáltató, hogy hát ez nem érdemes ezzel a pár emberrel tárgyalni? Van valami százalékos? Igen, nagyon egyszerűen van definíció.
definiálva, hogyha az összes foglalkoztatottaknak a 10%-át eléri a tagok száma, az a szakszervezet reprezentatívnak tekintendő, a törvény így fogalmaz. Nem lehet, hogy a kormány most ezt a 10% alatti szintet próbálja mondjuk a közszférában előállítani? Biztos vagyok benne. Azért azt látjuk, hogy az elmúlt, ugye ez talán egy kicsit összefügg a pedagógusoknak a most már lassan 2 vagy 3 éve tartó küzdelmével. Már megint bosszút emlegetnek, és talán joggal is. Joggal, én szerintem joggal, és nem akar célzottan csak ő rájuk, bár éppenséggel lehet azt mondani, hiszen most ugye az előbb mondtuk, hogy ez kifejezetten most csak a... még a közszférára vonatkozik. Apropó, ide tartozunk az egészségügyi dolgozók is. Például, vagy a közrendvédelmi dolgozók, néha elégedetlenek, a katasztrófavédelem, tűzoltóság, és így tovább. Elébe megy akkor, mert az eseményeknek akkor. Ezért egy nagy csomagba csomagolja ezt, és mint a kormány, mint az ország legnagyobb munkáltatója, igyekszik gyengíteni a vele szemben állóknak az érdekérvényesítő képességét. Most mennyire van erre szükség, ez buta kérdés, de ugye sokan a szakszeretek szemére hányák, hogy az alapelv, a szolidaritás időnként sérül. Tehát egyes szakszeretek tiltakoznak, PDS, PS, vasasok, vegyipari dolgozók, de ez valahogy nem áll össze. Tehát nem lép fel akkor erővel maga a szakszereti szövetség, amit elvár a közvélemény mondjuk. Mondjuk a közvélemény se lép fel akkor erővel, tehát egy másik oldalról közelítjük a dolgot, akkor sokan vannak fotelkritikusok, akik nem mennek el például tüntetni. Hát én pont ebből a szempontból közelítem meg ezt a kérdést is, mert így, ha azt nézzük, hogy a kormány milyen sikerrel osztja meg a társadalmat, csoportokra, rétegekre, és ilyen értelemben megpróbálja csak azt az egy csoportot célba venni, sikerrel tette eddig. A szakszervezet is ugyanebben az országban, ugyanezekből az emberekből épül fel, a szakszervezetben is vannak mindenféle politikai irányultsággal rendelkező ember, mindenféle vallással rendelkező ember. Tehát mindig lehet majd találni olyan valamit, amit csak célirányosan valamelyik csoportra vagy rétegre. Többek úgy érzik, hogy ez rám nem vonatkozik. Pedig hát nem sokára sorra kerül, nyilván. És ez a szolidaritás kérdés, ez mindig előjön, és úgy, ahogy az országos ügyek vonatkozásában nem sikerül mondjuk az országos ügyekben a pártok leginkább érdekeltek és szerepelnek összefogást kovácsolni, úgy a szakszervezet ugyanebben a nehézséggel, ezzel a küzdelemmel működik. Lehet, hogy romantikus megközelítés részemről, de láttam, amikor gyerekkoromban a Szakko és Vanzetti című filmet, az két kemény amerikai olasz származású szakszervezet is volt, szegények csúnya véget értek, de az akkori nem fordult még meg a fejtek, vagy az akkori módszerek, tudom, Facebook, meg internet, meg SMS, meg világában. Odállunk egy gyár kijáratához, mikor jönnek a munkások, és szórólapokat adunk a kezükbe, hogy olvassák el. Ezek működnek. Ezek működnek most is vannak. A maga a VDS, amelyiknek én aktív tagja vagyok, és az alumínipari ágazatot tulajdonképpen én elnöklöm és vezetem. Ugyanezzel, hát most volt egy ilyen sikeres sztrájkunk az Arponix-nál, ugye Székesfehérváron. Igen. Tulajdonképpen nem is értettük, hogy a munkáltató miért, talán példát akar statuálni, hogy ellenállt annak az egy egyszerű potomkérés a cég összes árbevételéhez, meg a nagyságrendjéhez kívánva, de mégis ellenáll. Úgy volt, hogy nehogy megszokják, hogy ezt igen, lehet követeléseik egyáltalán. Szerencsére pont az ilyen módszerekkel, a tájékoztatással, meg egyébvel el lehetett érni, hogy egységesen kiállt az egész munkavállalói állomány, és majdnem közel egy hétig megbénították a teljes termelést, akkor döbbent rá a munkáltató, hogy ez most már tényleg nagyon komoly, és végül engedett, és a követelést teljesítette, ha úgy tetszik. Valószínű hasonló példákat kéne felsorolni. Tulajdonképpen ezt mondjuk el mindig az embereknek. Értsétek meg, egy 1000 fős üzemben, ha 10 fő kiáll, abból semmi se lesz, de hogyha kiáll legalább 500 fő, akkor mert
Az egyik ilyen, ami megosztja a tagságot, ha úgy tetszik, a potyautas szindróma. Nem tudom, hogy így tudod, de arról beszélek, sokan kipróbálják hegyezni az ügyet arra, hogy most tagdíjat kell fizetni. Én nem fizetek tagdíjat, de ugyanazt a juttatást megkapom, mint az. Hát igen. És ez egy ilyen tudatosodásos állapot az ő fejükbe. Majd mások küzdenek helyette, így ugye? Így van, és akkor ugye a diszkriminációról szóló törvény pont azt akadályozza meg, hogy akkor csak a szakszervezetre kapja a juttatást. Nem, hogyha amit elérnek, az mindenki az közös lesz. Közös lesz, persze, és mindenki megkapja. Ugye a szakszervezet szeretné, hogyha ezt a potyautas szindrómát ki lehetne küszöbölni, viszont a törvények... Ez inkább ilyen lelkiismereti kérdés lehet. Lelkiismereti kérdésé kell tenni. Utazom el valamin, amire nem vagyok jogosult, olyan, mintha valaki felszáll egy buszra és nem venné egyet, de attól még elviszi a busz. Csak mondjuk más a büntetésre számíthat, itt meg nem számít. Az igaz. Is. Vagy közelítve Ajkát, ugye itt van Löberi, mint a város legnagyobb munkáltatója. Igen. Én úgy tudom, hogy vagy nem hallottam különösebb konfliktusról itt helyben szakszervezet és munkáltatók között, sőt a Löberi, most nem akarok reklámozni, de mintha eléggé a dolgozók érdekeit nézné, tehát például az infláció követő béremelés juttatásokban próbálja tartani a lépést, és nem kell kimenni a gyár elé tüntetni, hogy már pedig 10%-kal emeljék meg. Ez az egyik része a kérdésnek, a másik meg az, hogy ugye már ide is érkeznek vendégmunkások. Hogyne. És hát nyilván szükség is van rájuk, de azt mondta a László Zsolt, azt hiszem a Vasas Szakszeretnek a Zoltán elnök helyettese, hogy a rabszolgatörvény mellé most megérkeznek a rabszolgák is. Tehát olyan emberekkel kvázi hígul fel az állomány, akik nem tudnak rendesen magyarul, nem ismerik a munka törvénykönyvét, kihasználható, berendelhető külön munkára, azt se tudják, miről van szó pontosan. Ez a szakszeret számára ad valamilyen tennivalót? Hogyne. Folyamatban is vannak ezek a fajta kezdeményezések már mind részünkről, hogy azokat a cégeket megkeressük, ahol már működik szakszervezet, de hozzáérkeznek a vendégmunkások, hogy és az én tapasztalatom az, és hogyha most ugye a Löbeli erről volt szó, visszajövünk Ajkára, mert az országos az inkább most az újonnan nagy sláger akkumulátorgyártók körében. Már itt van, még nem tudunk róla. Már van a VDS által akkumulátorgyártók körében létrehozott szakszervezet, és már vannak tárgyalások a gyártó, egyes gyártó, hát még nem általános, de egyes gyártó és a VDS között. Itt Ajkán azért nem lehetett komolyabb hangokat hallani, ugye maga az Ajkai Alumíniumipari Szakszervezet, amelyiket én aktívan vezetek, két nagyobb cégnél rendelkezik kompetenciával, az egyik a Mal maradványából új cégként indult Szilkem Hungary Kft-nél, és a Löbeliérni. A Löbelier Kft-nél minden évben, ez már egy hosszú bevált gyakorlat, talán a francia vezetők a francia mentalitásból fakadóan tudomásul vették, hogy itt egy normális szakszervezet működik, és nincsenek ennek a szakszervezetnek teljesíthetetlen. Mi nem balhézik annyira sem, mint Franciaországban szoktad még. Van, irreális elvárásai, viszont van elvárásunk, úgyhogy meg hát azt gondolom, hogy egy normális viszonyrendszerben a munkáltatónak éppen úgy érdeke, hogy legyen egy normális megállapodás, mert ő is legyen stabil, ne legyen óriási a fluktuáció, stabil állománya, meg tudja őrizni a jó szakembereit, hiszen ez az ő működését is a jövőt illetően rendkívül mértékben be tudja folyásolni. Sőt, azt kell mondanom, hogy most, amikor Magyarországon már úgy tűnik, hogy egyre kevesebb a magyar hadrafogható munkaerő, talán ennek is oka van, hogy a nyugati irányban most már milliós nagyságrendről beszélnek, hogy munkavállaló ugye elhagyta az országot. Valóban érezhető szakember hiány. Vannak speciális szakmák, ahol tényleg villanyszerelő vagy automatizálás, számítógépes szakember, ahol nagyon nehéz munka. Az sajnos Ajkán is úgy van, hogy a munkaerő hiány igazából az alacsony képzettséget igénylő munkaerő munkakörben jelentkezik leginkább.
Szóval a Löbeli Ernő és meg a Szilkem Hangerén és én azt mondom, egy normális, nem elrugaszkodott bérmegállapodás sikerült kötnünk január-február hónapban. Akkor még Fábián Gábor volt a Rajkai Löbeli Ernőnek az igazgatója. Igen, most egy francia úr érkezett, már meg is beszéltem, a következő héten találkozunk majd vele. Egy kölcsönös megismerkedés vonatkozásában, de nem zárkozott el, és azt mondta, hogy teljesen rendben van, és ő ezt egy normális dolognak tartja, úgyhogy remélem ugyanilyen jó kapcsolatot fogunk tudni képíteni őfele, és mind ahogy a Gáborral korábban. Szóval a lényeg, hogy az elmúlt két év inflációs időszaka, vagy még talán korábban egy kicsit a Covid időszakot követően, azért az itteni menedzsmenttel sikerült mindig olyan megállapodást kötni, hogy az emberek mindig van, aki többet szeretne természetesen, de a realitást talaján maradva olyan megállapodásokat sikerült létrehozni, hogy azért egy stabil működés. Ennek ellenére a Löbeli Ernő rendelkezik Ajkán a legnagyobb külföldi munkavállaló állománnyal. Hány százaléka lehet a munkavállalóknak? Hát én akár számosítani is tudom. A Löbeli Ernő jelenlegi létszáma olyan 830-40 fő körül mozog. Ebből olyan... Valamikor 1000 fölött volt, nem? Mintha csökkenne, vagy igen, rosszul gondolom? A Löbeli Ernő is, tehát az, ami a fogyasztás, vagy a termelés, vagy a GDP csökkenéssel összefüggésben van. Az autóipari változások. Így van, ő rájuk is hatással volt. Valóban voltak 1100-1200 fő körül is, most jelenleg nincsenek annyian. Ebből körülbelül 130-40 fő külföldi munkaerő. Már ők honnan érkeztek? Elég messzire nyúlnak. Fülöpszigetek, Mexikó. Hát még onnan még nem, de Ukrajnából van egy nagyobb csoport, a másik pedig Mongóliából. Mongóliából, igen. Mennyire lelkesek a mongol munkavállalók, ilyen messzire eljönnek. Nagyon elégedettek velük. Hát türkök ő is, mint mi, ugye? Nem tudom. Kínaiak a másik oldalon vannak, igen. Egy nagyon normális, forgalmas. Van egy olyan jelenség, nem tudom, valaki ezt így végig gondolta, hogy amikor egy ország belép így a nemzetközi a munkaerőkeresletbe, akkor mindig azok jönnek el, akik ott a vállalkozókba, a jó képzettségbe. És innen azok mennek el. Onnan is azok jönnek, és a Löbeli Ernő azt mondja, teljesen normálisan dolgoznak, hát vannak nyelvi nehézségek, de ezt tolmáccsal megoldják, meg még az ukránok vannak itt nagyobb számban, ez a két csoport próbálkoznak messzebbről is, talán Banglades vagy ilyen országokból, de hát az még nem épült ki, az majd lehet, hogy az akkumulátorgyártóknál fog jelentősen. Hogy egy vigasztalót mondjunk a végén, hogy ez nem azt jelenti, hogy kiszorítják a helyi munkaerőt, és elveszik a munkáját másoknak. Na most a törvény... Hogy megy ez ennek a politikai oldala? A törvény szerint, igen, a valamikori Fidesz vagy Orbán Viktor mondása, hogy ne vegyék el a magyarok munkáját. Igen, plakátokon olvashatunk. Így ilyen értelemben nem igaz, mert a hazai cégeknek, így a Löbeli Ernőnek is, vagy a többinek a fejlődési lehetőségét az adja meg, hogyha rendelkezik megfelelő munkaerő állománnyal. Ha ez magyar munkaerővel nem biztosítható, akkor kénytelen messzebb nyúlni külföldi munkaerőre, de a törvény úgy fogalmaz, hogy ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá a munkatörvénykönyv alapján, mint az itteniekre. Ami mégis hatással van az itt lévők bérére, az, hogy mivel ezek az emberek direkt csak munkára jöttek, ők valószínű, hogy abban a két évben kizsarolják saját magukat, és mindenre képesek, ha kell, minden állatnak túlórát. Az, amely csak lehet, ugye ez a cél? Igen, a rengeteg túlórát vállalnak be, és így tovább, és így az itteni munkaerő ebből a lehetőségből egy kicsit kiszorul, és végsősoron indirekt módon mégiscsak a saját jövedelmükre hatással van. Hát erre, nem okoz ez feszültséget a helyi munkavállalók és a import, vagy a... Szerintem ez egy ilyen másodlagos hatás, úgy észre se veszik talán az emberek,
mögötte. Egyébként a szakszervezetnek az az alapelve, hogy a rendes 8 órába jusson akkor a jövedelemhez minden munkavállaló, hogy jusson ide a szórakozásra és a 3x8, ugye? Régi-régi. A rehabilitációra. Munkaerő újratermelése, tanultunk még közgazdaságtant. Így van, de ugye a rugalmassága, hogy a piac manapság változik, hol föl kell futtatni a termelést, hol meg valamilyen egyéb okok miatt elég mozgalmas volt az előző három-négy év, és ez rengeteg példát mutatott erre, hogy van, amikor olyan rendelési állományon rendelkezik egy cég, hogy alig tudja kielégíteni, van, amikor meg a meglévő törzsmunkaerő is sok rá, mert valami egyéb ok miatt hirtelen visszafejlődik. Az ilyet valóban az ilyen bérelt munkaerővel lehet ezeket a hullámegyeket, hullámvölgyeket elsimogatni, és ez a cégnek ilyen értelemben jó, de a szakszervezet pont azért kell, hogy arra figyeljen, hogy ez nehogy az a szlogen, amit az előbb indításkor említettük, hogy elveszik a magyaroknak a munkahelyét, az ne tudjon valósá válni, hanem akkor a szakszervezet kiáll a magyar munkaerőért. Igen, körülbelül ilyesmek kezdtük az elején a beszélgetést, igen, hogy uborka szezon van, mi a ördögöt kezdjünk most mi ezzel a dologgal, de nem sokára itt a szabadságolások vége, a nyár vége, szeptember. Milyen szeptemberre számít a szakszervezeti oldalról? Hát az uborka szezon inkább a cégeknél van, mert most vannak a nagy szabadságolások ideje, a szakszervezetnél azért nincs. Most, hogy napvilágot látott, meg ugye valamiféle konzultációt indított el a kormány, itt legutóbbi ez a szakszervezeti tagdíja kapcsolatos kezdeményezésével. A szakszervezetek összeálltak, most az összes konfederáció, tehát a Liga, az ÉSZT, a MASZ, össze munkástanácsok egy közös ilyen petíciót írtak, és a kormányt felszólították, hogy azonnal vonja vissza ezt a kezdeményezését. Emellett aláírásgyűjtés folyik az országos vonatkozásba, hogy most már több tízezernél tartanak, hogy tiltakozunk ez ellen a... Önmagában már attól is, hogy megint mindenféle előzetes egyeztetés nélkül abszolút késztények elé próbálja állítani a szakszervezeteket. Hát akkor további, igen. Még akkor a szeptemberben, főleg az oktatás ügyben zajló események miatt, meg az itteni előre, erősödni. Így van, egy ilyen előrevetítése volt, hogy itt szeptember 1-től ezek újra. Én bízom benne, hogy az összes többi szakszervezet szolidális lesz, és melléjük áll, és bízom benne, hogy eredmény is lesz annak vonatkozásában, hogy az a korábbi, az vagy a pedagógus társadalmat, vagy a közszférát igen erősen érdeklő státusztörvény vagy átalakuljon, vagy visszavonásra kerüljön. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen.